Egy ilyen méltatlan bulvárkacsával nem kívánunk foglalkozni, ezt mondta Szijjártó Péter januárban a plágiumvádra. Kövér László házelnök pedig azt, hogy az ügy nem az államfőről, nem is az ő tudományos tevékenységéről, hanem a jelenleg kormányzó erők lejáratásának szándékáról szól. A felemények tükrében már Pokorni Zoltán úgy nyilatkozott, ha bebizonyosodik, hogy plagizált, le kell mondania. Nézzük, milyen nyilatkozatokat tettek eddig a plágium kapcsolatban a politikusok. Az államfő és a bolgár sportkutató személyesen is jól ismerték egymást. Az államfő részt vett Georgiev több munkájának előkészítésében és közös forrásból dolgoztak. Ezt írta a köztársasági elnöki hivatal közleménye, miután január 11-én több nappal a botrány után először reagáltak az ügyre. Egy nappal később Nikolaj Georgiev lánya azt nyilatkozta, kizárt, hogy édesapám társzerzőként dolgozott volna Schmidt pállal úgy, hogy nem tünteti fel a nevét a munkáiban. A kormány részéről a miniszterelnök szóvivője reagált az ügyre. Egészet méltatlannak gondolom, megmondom őszintén, hogy egy ilyen, egy bulvárkacsába próbálják belekeverni a köztársasági elnököt. Nincs okunk feltételezni, hogy nem kellően megalapozott döntést hozott az a bizottság, amely 1992-ben elbírálta a Schmidt Pál által benyújtott az újkori olimpiai játékok programjának elemzése című értekezést. Ezt írta január 13-ai közleményében Tót Miklós, a Szemmelweis Egyetem testnevelési és sporttudományi korának dékánja. Magas Mitpál január 18-án nyilatkozott először a plágium ügyről a Rádióban. Ebben kategorikusan cáfolta a plagizálást. Van egyfajta törzsanyag, amit szerepeltetni kell, és az nem szellemi tulajdona senkinek, az, a, az, ami kötelező hivatkozás, és van egy rész, az én esetemben 30-35 oldal volt, ahol következtetéseket vontam le. Három nappal később Kövér László házelnök azt mondta, az ügy nem az államfőről, nem is az ő tudományos tevékenységéről, hanem a jelenleg kormányzó erők lejáratásának szándékáról szól. Schmidt Pál legközelebb március elején nyilatkozott az ügyről. A Bruxsinfonak azt mondta: A felém irányuló szeretetet és bizalmat változatlanul érzem. Nyilvánvaló, hogy az ország kétharmadának még mindig megfelelő elnök vagyok. Valószínű az, hogy most 20 évvel a dolgozott megírása után kerül elő az ügy, annak köszönhető, hogy megpróbáltam segíteni a kormány munkáját, és a törvényalkotásban inkább motor voltam, mint sem fék. Ez már szombathely, ahova országjárásának tizedik alkalmával érkezett Schmidt Pál. A megyeháza előtt fütyülő ellentüntetők várták az államfőt, aki úgy reagált erre, ha az egyharmad fütyül, akkor én nem fütyülhetek. A kormánypátok tagjai közül később a legkarakteresebb véleményt Pokorni Zoltán fogalmazta meg. Hogyha plagizált és kiderül, akkor mit kell tennie ön szerint? Akkor le kell mondani. Az Egyetemi Vizsgáló Bizottság jelentésének nyilvánosságra kerülése után azonban a Fidesz közleményében Selmeci Gabriella azt írja. A Szemelvesz Egyetem tényfeltáró bizottságának jelentését megismerve a Fidesz lezártnak tekinti az ügyet. A KDNP pedig azt, végre pontot tett a politikai támadások végére a Schmidt Pál államfő kisdoktoria ügyében a független és szakmai testület által lefolytatott és a hibákat feltáró eljárás. A Dél-Koreában tartózkodó Schmidt Pál pedig, Tegnap még így nyilatkozott a jelentésről. Egy pillanatig nem gondoltam, hogy lemondok. Nem azért választottak a köztársaság elnökének, meg 20 évvel ezelőtt milyen kis doktori dolgozatot írtam. Ez a végkövetkeztetés számomra egyfajta elégtétel hogy akkor is igazam volt 20 évvel ezelőtt, mert az akkori körülmények és előírásokat megfelelően írtam egy dolgozatot, a legjobb tudásom szerint, föltüntetve minden forrást a bibliográfiában, és most is úgy vagyok vele, hogyha 1200 oldalon keresztül vizsgálta egy öttagú, független általam, most már megismerde korábban ismeretlen térfeltáró bizottság, ehhez nincs mit hozzátennem.